Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Az októberi kalendárium előtt egy nagyon-nagyon fontos égi esemény, egy nagyon jelentőségteljes égi esemény történt. Tehát ugye október 1-ét megelőzően, szeptember 28-án hajnalban egy holdfogyatkozás volt. A holdfogyatkozás évente átlagban kétszer bekövetkezik különböző területein a Földnek. Ez önmagában még nem olyan rendkívüli. Az a rendkívüli, hogy a hold az éppen Föld közelben volt, és ezért látszott olyan óriásinak. És hát így, mivel ennyire közel volt, így ennek következtében a holdfogyatkozás jelentősége is mindenképpen megnő. A hagyomány azt mondja, hogy a fogyatkozások úgynevezett horoszkópjai, tehát a fogyatkozás pillanatára felépített vagy felállított horoszkóp, és annak az üzenete, annak a jelentősége addig tart, amíg a sötétedés megtörténik. A napfogyatkozásoknál ez évekre szól, tehát ha mondjuk 3 óráig tart a teljes sötétedés, már úgy értve, hogy a félárnyékba belép és kilép a félárnyékból, akkor az 3 évet jelent. A holdfogyatkozások esetében ez egy hónapról szól, tehát magyarul 1 óra egy hónapnak felel meg. Mivel itt közel 5 óráról beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy ez a horoszkóp ez közel 5 hónapig lesz érvényes, és az abban foglalt üzenetek, vagy annak a jelentősége az közel 5 hónapig lesz jelentőség teljes, elsősorban azokon a területeken, ahol a holdfogyatkozás látható volt. Hát bizony itt ez elég sok helyen volt látható, de minket most ez kevésbé érdekel, hogy még honnan látták a világon. Magyarországról a holdfogyatkozás az látható volt, és ez a lényeg, és ez a tény. Ha megvizsgáljuk ezt a horoszkópot, akkor azt látjuk, hogy elég közelesik az Unióba való belépésünk, tehát 2003-ban, amikor Athénban Megyesi Péter miniszterelnök aláírta a belépési nyilatkozatot, az arra felállított horoszkópnak, mint látjuk, egy halak eleji aszcendense van, tehát a baloldali tengelyét ennek a képletnek azt hívjuk ugye aszcendensnek, tehát ez a baloldali tengely, mint látható, egy felkelő Mars bolygóval és egy Uránusz bolygóval terhelt, és ez a halak jelben, az Uránusz még a vízöntő végén, de a Mars a halak jelben látható, és ez a horoszkóp, ugye nyilván itt egy tengelyt látunk, amely átfekszik a halakon és a szűzön. A legtöbb problémát az Európai Unióra vonatkoztatva most az jelképezi, hogy a Neptunusz bolygó az éppen ott áll jelen pillanatban az Európai Unió, tehát számunkra az Európai Unióba való belépés időpontjában, és ennek a, hát hogy is mondjam, csak jelentősége abban mondhatni katasztrofális, hogy a Neptunusz, ha nem egy átfogó spirituális módon közelítjük meg, akkor a hétköznapi szinten a káoszt, a bizonytalanságot, a teljes tohuva-bohut szimbolizálja. Hát ha megvizsgáljuk, hogy mi történik mostanában az Európai Unióban, illetve hogy hogyan és milyen módon ad választ arra a helyzetre, amit ez a modernkori népvándorlás jelképez, arra mondhatjuk, hogy hát a Unió, tehát az Unió politikusai, akiknek az lenne a felelősségük, és az lenne a úgymond kötelességük, hogy erre megfelelő hathatós választ, illetve megoldást adjanak, a teljes őrület, a teljes káosz szintjén vannak. Az elmúlt hetekben, hónapokban, ha meghallgattuk a különböző nyilatkozatokat, amelyek teljes mértékben ellentmondásban vannak, volt olyan helyzet, amikor egy nap alatt kétszer nyilatkozott valaki, én most nem szeretném egyik politikus se bántani, de mindenféleképpen előfordult az, hogy egyetlen nap alatt egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tettek
politikai vezetők, az unió felelős politikai vezetői, és ez egészen hátborzongató, ha belegondolunk. Asztrológia értelemben viszont jól látszik, hogy pontosan ez a helyzet, és ugyanakkor, ha most visszanézünk és összehasonlítjuk az Európai Unió horoszkópját a holdfogyatkozás horoszkópjával, akkor látjuk, hogy egy úgynevezett tengely átfedés található. Nem szeretnék senkit se fárasztani asztrológiai szabályokkal. A tengely átfedésre lehet azt mondani, hogy hát ez nem pontos, tehát hogy ott egy eltérés van. Az asztrológiai hagyomány a tengelyeknél úgymond 10 fokos eltérést tekint, tehát azt mondja, hogy 10 fokos hatókörön belül együttállásnak minősül. De hogy is van ez az átfedés? Hát úgy, hogy egyfajta tükörben történik ez a dolog. Tehát míg a holdfogyatkozás aszcendense a szűzben volt, és addig ugye az Európai Unióba való belépésnek az aszcendense a halakban, tehát ilyen értelemben, mivel ez egy tengelyt képez ez a két jel, ebben a tengelyben látszik egy átfedés, tehát úgy is mondhatnánk, hogy kb. 7 foknyi eltéréssel áll a holdfogyatkozás aszcendense az Európai Unió deszcendensével, illetve fordítva. Tehát azért mondjuk, hogy tükör, mert az egyik tengely a másik jelben az ellentettjét képviseli, tehát tükre a úgymond felkelő pontnak, vagy más szóval aszcendensnek. Önmagában ez még nem lenne annyira rendkívüli, a helyzetet az nehezíti, hogy a Jupiter bolygó, mint látjuk a holdfogyatkozás horoszkópjában, az valójában felkelő az aszcendensnél, ott áll a szűzben, és a Neptunusz pedig ott áll a deszcendensnél. Most arra gondoljunk, hogyha mondjuk egy picit előrébb, már pontosabban Greenwich felé mozgunk, akkor ez a tengely még jobban, még szorosabban fog együtt működni, tehát még erőteljesebb lesz a szembenállás. Ezzel mondhatjuk azt is, hogy körülbelül ahol a pontos átfedés van, az nagyjából olyan Németország magassága, tehát úgy tűnik, hogy egy erőteljes, ellentétes irányba fog átcsapni a migráns válsággal kapcsolatos vélemény, ahogy haladunk az Unió úgymond nyugati határai felé, egyre erőteljesebb lesz az ellentét helyzet. És ugye itt mivel van a ellentét? Hát a Neptun rajta van az aszcendensen, illetve most itt a holdfogyatkozásnál a deszcendensnél látjuk, és a Jupiter, ami a törvényt, az igazságot képviseli, tehát a jogszabályokat képviseli, az kerül a Neptunnal szembe. Tehát ez azt jelenti, hogy itt jogi értelemben bizonyos dolgok megváltoznak, másképp fognak ezekhez a kérdésekhez hozzáállni. A helyzetet az súlyosbítja, hogy ha megvizsgáljuk, akkor a Mars bolygó az ezen közben, tehát ott abban a fogyatkozási horoszkópban egy Szaturnusz úgynevezett kvadrát van, tehát derékszögben áll a Szaturnusz bolygóval, és eközben a szűz jelben látva, ugye látjuk, hogy megy közelebb az aszcendenshez, és majd együtt fog állni a Jupiterrel. És akkor itt egy picit át is térnék, ugye azt mondtuk, hogy 5 hónapig érvényes ez a horoszkóp, tehát ez a horoszkóp, ez abban a pillanatban, hogy a holdfogyatkozás megtörténik, onnantól kezdve éles. Tehát már működik, már jelentéseket hordoz, már jelzései vannak, és ezek a jelzések most jelen pillanatban éppen ugye azt jelezik, hogy a Mars bolygó, ahogy halad előre a szűzjelben, nem sokára szembe kerül a Neptunusszal, és együttállásba kerül a Jupiterrel. Na most, mivel a Mars az erőszakkal, az agresszióval kapcsolatos égitest, régen úgy hívták, hogy a háború vörös planétája, tehát ilyen értelemben a harcok, az esetleges tetlegesség, az agressziónak az elszabadulása az előtérbe kerülhet. Ha belegondolunk, bár magában a holdfogyatkozási értelemben kevésbé van jelentősége, de bizonyos értelemben azért mégiscsak van, mert kihat, összefüggésben van, hiszen Szíria és az esetleg onnan eljövő menekültek, vagy
esetleg gazdasági bevándorlók, nem szeretnék én ebben a vitában semmilyen szinten sem részt venni. Tehát minden esetre az az ember áradat, akik jelenleg kelet felől érkeznek, és azt mondják, hogy ugye ennek egy része a szíriai menekült vagy bevándorló. Nos, Szíriában a tegnapi nappal, tehát ugye én ezt a műsort, vagy ezt a kalendáriumot most 2015. október 1-én veszem fel, tehát a tegnapi nappal, az a szeptember 30-án orosz gépek úgymond elkezdték bombázni a szíriai állásait, feltehetően az úgynevezett iszlám állam nevezetű szervezetnek. Én ezt sem tudom, de minden esetre az egy bejelentett tény, hogy az orosz parlament hozzájárult ahhoz, hogy az orosz beavatkozás megkezdődjön, és ez szeptember 30-án történt, tehát magyarul akkor, amikor a Mars bolygó már úgymond előtérbe került. Mellesleg érdekessége a dolognak, hogy az Oroszország horoszkópjával kapcsolatban a Mars az kvadrátba kerül a főtengellyel, illetve az ottani marsállás is ezt nagyon szépen mutatja. Minden esetre a tegnapi napon hajnalban történt egy másik rendőri beavatkozás. Olaszország határánál, Ventimigliánál, ahol ott állomásozott sátortáborokban rengeteg a tenger felől, tehát Észak-Afrika felől érkezett bevándorló, vagy menekült, vagy mindegy, hogy hogy nevezzük most, ott azt a tábort megszüntették, hajnalban törtek rá arra a több száz emberre, akik ott táboroztak, és minden áron át akartak menni a francia határon, de a franciák ott állnak, és nem engedik őket át. És hát az olasz rendőrség megszüntette, az olasz csendőrség megszüntette ezt a tábort. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mars bolygónak a közeledése ehhez a tengelyhez, és a Mars bolygónak a közeledése a Neptunuszhoz, és majd a Jupiterrel való együttállás, az egyre erőteljesebbé válik, és ez bizony magával hozhatja az erőszakos megnyilvánulásokat. Nos, minden esetre még egyszer mondanám, hogy ez a úgynevezett holdfogyatkozási horoszkóp, ez mint kiinduló horoszkóp jelenik meg, tehát ebben az öt hónapban, független attól, hogy közben a Jupiter tovább megy ebből a pozícióból, ez a Jupiter, ez egyértelműen szemben áll a Neptunusszal, mert ez a horoszkóp, tehát ugye azt mondjuk, hogy minden időminőség, és ez az időminőségeknek valamelyik pillanatát lefényképezi a horoszkóp. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk, hogy a holdfogyatkozási pillanat lefényképezése, és 5 hónapig ez a fénykép úgymond működőképes. Most ez azért érdekes, mert közben ehhez az álláshoz, tehát ehhez a Neptun-Jupiter álláshoz majd hozzá fog még szólni a Szaturnusz bolygó is, ami a nyilasban időközben belépett, és előre haladva el fogja érni ennek a Jupiternek és ennek a Neptunusznak a terékszögű kapcsolatát, tehát kialakul köztük egy úgynevezett T-betűs alakzat az égen, hiszen a két égitest, amely szemben áll a Jupiter és a Neptun, és azzal kerül derékszögbe ugye a Szaturnusz a nyilasból a Neptun felé és a Jupiter fele, közben támadva az Európai Uniós aszcendensét ugye ennek az egész helyzetnek, és beleértve persze természetesen a holdfogyatkozási aszcendens-deszcendens tengelyt is. Mit jelent ez a jövőre nézve? Hát nem túl jó, nem túl vigasztalóak ezek az állások. Ugye a Szaturnusz az mindig a korlátokat szimbolizálja, a határokat szimbolizálja, és ez bizony egy nagyon erőteljes korlátozást jelképez. Valahol határt kell szabni, mindenhol határt kell szabni. Végül is az életünket át és áthatják a határok, hiszen ha egy állampolgár úgy gondolja, hogy anyaszült meztelenül végigmegy az utcán, ezt mit tudom én, Európában nem teheti meg. Nem tudom, hogy melyik állam hogyan törvénykezik e felől, de hát az is egy határ, ugye? Vagy
az is egy határ, hogy nem vehetem el a közértben az árut, úgyhogy most azt én úgymond kisajátítom, rekvirálom és kiviszem a ajtón keresztül, mert az lopásnak minősül, tehát az is egy határ, hogy ki kell fizetnem azt, amit felhasználok, hogy fizetnem kell az áramért, amit elhasználok a lakásomban, stb. Ezek mind határok, de ha a határszó nem tetszik valakinek, akkor szabályok. Hát a Szaturnusz a szabályokat is jelöli, és a Jupiter, amely alapvetően a jogot és a törvényt szimbolizálja, és azzal, hogy derékszögbe kerül, tehát itt nagyon komoly problémák jöhetnek elő azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályok vannak, hogyan tartjuk be ezeket a szabályokat, illetve hogyan hágjuk át ezeket a szabályokat, vagy kik hogyan hágják át ezeket a szabályokat. Tehát egy elég nehéz, ilyen értelemben elég nehéz 5 hónapnak nézünk elébe. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani, talán még lábjegyzetként elmondanám, hogy nagy jelentőségű a nap és a hold fogyatkozása, hogy az a mérlegben és a kosban történik. Magyarország szempontjából ez azért érdekes, mert ha megnézzük Budapest horoszkópját, Budapest székesfőváros horoszkópját, tehát annak a születési képletét, jelen pillanatban ez egy nagyon-nagyon fontos képlet, akkor azt látjuk, hogy ott a vezetőt, tehát az állam első emberét a Vénusz szimbolizálja, mivel a mérleg jelben áll a 10-es háznak, az úgynevezett MC-nek a csúcsa. És miután a Vénusz szimbolizálja, ez a holdfogyatkozás, ez rajta van ezen a Vénuszon. Tehát ezzel egy nagy jelentőséget kap Magyarország első embere, tehát ilyen értelemben a miniszterelnök úr, és azt mutatja, hogy ebben az elkövetkezendő 5 hónapban akár a világpolitikát tekintve is nagyon jelentős személyes szerepe lesz, tehát jelentős szerepet játszik Magyarország vezetője, akár a világpolitikára nézve is, de különös tekintettel úgy értve, hogy az európai politikára, mert a holdfogyatkozás Európából elég jól látszott, tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy minden olyan területen, ahol a horizont fölött volt a hold, tehát látszott a holdfogyatkozás, ott ez bizony jelentőséggel bír. Nos, itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit az októberi kalendárium, ról, tehát magyarul az októberben várható összefüggésekről. Az októberi hónap az természetesen hozza magával azokat az összefüggéseket, amelyeket az előbb a holdfogyatkozás vonatkozásában is elmondtam. Tehát mondhatjuk azt, hogy elsejétől, tehát a mai naptól kezdve, ez egészen úgy nagyjából olyan 11-éig egy erőteljes összefüggés jelenik meg a Mars és a Neptunus kapcsán, egészen pontosan 7-én lesz a Mars és a Neptunus szembenállása. Aztán, hogy egy picit előre fussak, lesz egy Mars és Jupiter együttállás is, és közben persze a Vénusz is szembeáll majd a Neptunnal, a Merkur, ami megállt, az majd előre megy, föl alá járkál a Plutó és Uranus kapcsolatban. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát elég érdekes lesz ez az október sok szempontból. Lesznek benne kifejezetten nehéz időszakok, és aztán hát lesz benne egy-két nap, ami viszonylag könnyebb. Hát most különösen figyelembe véve, hogy azért itt nyilván mindannyiunkat érint az, hogy mi van ezzel a bevándorlási helyzettel, bevándorlási kérdéssel. Ugye nekünk október az több szempontból is érdekes, hiszen október 6-a az a aradi vértanúk kivégzésének a napja, aztán október 23-a az azért lényeges, mert 1956-ra emlékezünk, és hát valójában ugye október 31-e a szombat lesz, de utána másnap minden szentek november 1-je, tehát ilyen értelemben is lényeges a dolog, hiszen ekkor tájt már azért október vége felé, aki teheti, ellátogat a temetőbe a rokonságát, hozza szeretteinek az emlékét, ápolja.
virágot visz a sírokra, tehát alapjában véve úgy is mondhatjuk, hogy egy bevezető hónapja a halottak napjának, vagy a mindenszenteknek. És ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy hát azért még az október egy viszonylag szép hónap is, hiszen ilyenkor őszbe hajlik a természet, csodálatos színekkel gazdagítva a mi élményrendszerünket, és közben természetesen még itt esetleg némely kertekben még folyik a kukorica tehát a kukorica aratása, vagy a kukorica szedése, vagy esetleg almaszedés, vagy gyümölcsszedés. Vannak, akik esetleg hosszabb ideig tárolják a szőlőket a szőlőtőkében. Tehát kicsit a szüret hangulata is benne van ebben az időben. Régen általában az október az nagyon gyakran a házasságok megkötésének, eljegyzéseknek az időszaka volt. Azért, mert ugye az emberek nagy része az vidéken élt, nem a városokban, tehát amikor végre vége lett a földdel kapcsolatos feladatoknak, megtörtént a betakarítás, akkor a kultúra, a hagyományok, az eljegyzések, a házasságokra végre maradt idő, maradt ideje a mulatozásnak, a jó munka után a pihenésnek, a lazításnak. Tehát viszonylag egy szép hónap is. A mérleg jelében jár főként a nap, legalábbis október 23-áig, és ez egy picit azt is jelenti, hogy a társkapcsolat kerül jobban előtérbe, tehát ennek van itt az ideje. Nyilván közben, ahogyan az égitestek változnak vagy mozognak, azért azok adnak egyfajta jelentőséget a dolgoknak, illetve más jelentőséget is kapnak a mindennapok. Mi a helyzet itt az elkövetkezendő napokban? Október 1-e egy viszonylag szelidebb napnak mondható, viszont a másodika már egy nehezebb napnak mondható. Azt is elmondom, hogy miért. Másodikán a Hold már az ikrekben jár, és a Mars és a Neptunusz bolygóval kerül egy derékszögbe, tehát ezáltal mint egy összeköti, tehát a Hold a maga hatókörével mint egy összeköti, tehát már most megelőlegezi a Mars és a Neptun úgymond szembenállását, tehát mint egy bevezeti, beerősíti ezt az állást, sőt ugyanezen a napon, másodikán a Hold a Jupiterrel is derékszögbe kerül, tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy az ikrek Hold, a Mars és Jupiter és a Neptun, tehát rögtön egy elég nehéz fényszögbe kerülnek, eltekintve most a migrációtól, legyünk nagyon óvatosak, a Neptunusz az gyakran a félreértések, a csalódások, akár olykor a becsapások, a tudatos megtévesztések szimbóluma is lehet. Nyilván tudjuk nagyon jó, hogy a kultúra, a szépség, a meditáció, tehát egy magasabb síkon, tehát másképp hozzáállva Neptunuszhoz egy emelkedettséget is szimbolizálhat, de hát ugye nagyon nehéz egy ilyen helyzetben, egy ilyen háttérhelyzetben ezt megélni. Tehát figyeljünk oda a közlekedésre, a Neptunusz az sokszor a szórakozottságot, a figyelmetlenséget, a kótyagosságot is jelképezheti. Ilyenkor fokozódik a kábítószernek, az alkoholnak a fogyasztási igénye, és annak úgymond a megvalósítása, tehát itt is nagyon oda kell figyelni, hogy milyen módon tudjuk uralni a helyzetet. Harmadika és negyedike, tehát a hétvége egy viszonylag kedvező időnek mondható, vagy időszaknak mondható. Mondhatjuk azt, hogy miután az ikrekben jár a Hold, kedvező ez a hétvége őszi kirándulások megtételének, kedvező ez a hétvége oktatási szempontból, tehát hogyha valaki egy képzésre megy, és úgy dönt, hogy el kíván menni valamilyen fajta tanfolyamra. De ugyanígy kedvező egy vasárnap is. Közlekedés szempontból persze figyelni kell,
mert a Neptunusz és a Mars továbbra is szemben állnak, mint mondtam, 7-én fog ez a szembenállás kulminálni, tehát ez nem egy könnyű helyzet, és aztán viszonylag könnyebb a harmadika és a negyedike, aztán kifejezetten nehezebbnek mondható az ötödike, amikor a Hold már a rákban a Plutóval kerül szembe, az Uránusszal, tehát megint összehozza az Uránusz és a Plutó évek óta tartó nehéz fényszögét, és ezt aztán fokozza még az is, hogy kedden a Nap kerül a Plutóval derékszögű kapcsolatba, 7-én a Mars a Neptunnal, és hát nagyjából nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az egész hét egy ilyen nagyon-nagyon nehéznek mondható hét. Picit enyhébb talán a szombat, a hétvége, és esetleg a vasárnap, de hát nem sok jót lehet mondani. Na most ugye szoktam mondani, hogy mikor alkalmas a műtét. Egy Mars-Neptun kvadrátban a Mars, mint erőszakos beavatkozás, ugye egy műtét az egy vágás, az egy erőszakos beavatkozás. A Neptun a félreértés, a tévesztés helyzete. Tehát ilyenkor esetleg egy orvos benhagyhat egy szikét, vagy mit tudom én. Tehát egészen különleges dolgok is tudnak létrejönni, annak ellenére, hogy az ember próbál tudatos lenni, és mégis elvédhet, elfelejthet, megtévedhet egy helyzetben. Tehát igazság szerint a Neptun az kedvező arra, hogy meditáljunk. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy intenzívebben meditáljunk ezen a héten, de műtétre nem menjünk, és különböző ügyekben aláírásokat ne tegyünk meg, ne kötelezzük el magunkat semmire se. Semmi olyan dologra, ami fontos, ami lényeges, mert megtévesztés lehet a helyzetben, később csalódások lehetnek ebből, tehát legyünk nagyon tudatosak, nagyon óvatosak, természetesen fokozottan figyeljünk arra is, hogy hogyan és milyen módon veszünk részt például a közlekedésben. Ugye egy ember elmegy a munkahelyre, nem feltétlenül kell autóba ülni ahhoz, hogy veszélyeztetettek legyünk. Elég, ha csak nem figyelünk oda egy átkelőnél és lelépünk egy autó elé. Tehát nagyon sokféle módon, de eleshetünk a saját, mit tudom én, lépcsőházunkban is. Tehát sok minden történhet. Aztán ugye azt mondtam, hogy a hétvége talán egy kicsit enyhébb helyzetet teremt, azért elmondanám, hogy vasárnap a Vénusz és a Szaturnusz kerülnek derékszögű fényszög kapcsolatba, mert közben a Vénusz elhagyja az oroszlánt és belép a szűzbe, és ez bizony akár komoly érzelmi csalódásnak, de legalábbis érzelmi értelemben egy megviseltebb helyzetnek lehet a jelölője. Valójában a 9-e, tehát az október 9 is egy nagyon nehéz helyzet, mert a Hold a Szaturnuszt, a Neptunuszt, a Marsot és a Jupitert is érinti, tehát egy nagyon nehéz hétnek nézünk elébe az október 5-e és a 11-e környékén. Aztán nem sokkal könnyebb, vagy nem sokat enyhít a 12-ese, amikor a Nap ugye a Plutó kvadrátból már kijön, de az Uránusszal szembenállásban van, hiszen a mérlegben lévő Nap és a kosban lévő Uránusz kerülnek szembe. Ugyanezen a napon a Hold szintén eléri a Plutót, és másnap hajnalban új Hold van. Ez az új Hold ugye rögtön úgy jelenik meg, hogy a Plutóval is kapcsolódik a Hold, meg a Nappal is, meg az Uránusszal is, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a 12-e és a 13-a még mindig elég kedvezőtlen, és aztán ezután egy picit csendesedik a helyzet, és mondhatjuk azt, hogy a 14, a 15 és a 16 viszonylag kedvezőbbnek mondható. Ekkor a Hold a Skorpióban jár, ami a Holdnak nem túl kedvező, bár 16-án délelőtt átlép a Nyilasba, de minden esetre itt túl erős és túl jelentős állások nincsenek.
És műtéti szempontból mondhatjuk azt, hogy mondjuk kedvező lehet a lábfejen végzett beavatkozásnak, tehát mondjuk pedikűröshöz el lehet menni 14-én és 15-én, de még 16-án is, illetve kedvező lehet még az esetleg gyomortáj területen, hasi területnek a felső részén, tehát a gyomortáj területen végzett beavatkozásnak, vagy kedvező lehet esetleg még mellkastájékán végzett beavatkozásnál is. Viszont a skorpió az megint csak nem egy olyan jel, amikor úgymond óvatlanok lehetünk, tehát itt is azért figyelni kell arra, hogy hogy fogalmazunk, hogyan beszélgetünk emberekkel. Viszont nagyon kedvező mindenféle elmélkedésre, spiritualitás gyakorlására, meditációra, meghitt beszélgetésekre, mélyfeltáró beszélgetésekre, esetleg kedvező ezen a napon elkezdeni egy pszichológiai, önismereti munkát. Viszont 16-a délután, már a Hold együtt áll a Szaturnusszal, és ami igazán kedvezőtlennek mondható, az a 17 és a 18-a. Ekkor ugyanis a Hold eléri a Neptunuszt, a Vénusz szembe áll a Neptunusszal, a Hold a Marssal, a Jupiterrel kerül derékszögbe, és 18-án éri el a Mars a Jupitert. Tehát egy viszonylag szelidebb egy-két nap után megint nagyon erőteljessé válnak a indulati tényezők, az érzelmi tényezők, a káosz, és hát ilyenkor nehezen áll meg az ember, nehezen válik tudatossá. Egy picit tudatosabb napok következnek ezután, 19-e, 20-a, viszonylag még egyszerűbbnek mondható a 21 és a 22, amikor is a bagban és a vízöntőben jár a Hold. Itt egy picit csendesednek az indulatok, kicsit visszafogottabbá válnak. A Mars, ugye itt most a Jupitert már elhagyóba van, tehát ilyen szempontból ennek a nagyon nehéz időszaknak egy picit a vége felé járunk. Viszont hát továbbra is azért, amikor a Hold belép egy-egy nehezebb helyzetbe, és hát ez kezdődik meg 23-án. 23-án délután a Hold együtt áll a Neptunnal. Majd 24-én szombaton a Vénusz, a Jupiter és a Marssal kerül szembenállásba a halakból. Tehát ez a szombat sem mondható túl felhőtlennek, rengeteg félreértés, rengeteg bizonytalanság és akár bizonyos fajta törvénytelenségek is előfordulhatnak, és ezt aztán egy picit szelidíti a 25-e, de csak picit, mert közben a Merkur az meg eléri az Uránusznak a szembenállását, ez pont vasárnap este lesz 25-én. Tehát mondhatjuk azt, hogy elég zajos ez az október, nem igazán a esküvő kötésnek, tehát az esküvőknek, vagy a házasság kötéseknek, tehát nagyon ki kellene nézni, hogy melyik nap lenne alkalmas egy esküvő megrendezésére, mert egyik se túl jó. Aztán elérkezünk az október utolsó hetéhez, amikor továbbra is a 26-a, ugye itt a Merkur az Uránusszal még mindig szemben van, közben a Hold éri el a Plutót, a Hold együtt áll az Uránusszal, szemben áll a Merkurral, tehát a 26-a hétfő se túl kedvező, teli Hold van 27-én, és hát talán egy picit ideiglenesen úgymond csendesedik két nap, a 28 és a 29, amikor a Bikában jár a Hold, és aztán 29-én átmegy az Ikregbe, de már 29-én délután a Szaturnusszal áll szembe a Hold, majd utána a Neptunnal kerül derékszögbe, 30-án a Jupiterrel, a Marssal, a Vénusszal. Úgyhogy, hát mit mondjak?
Egyetlen dolog van, nagyon-nagyon felelősségteljesen és tudatosan tudjuk átvészelni ezt a hónapot, nagyon odafigyelve, mértéktartóan. Aztán a 31-e és 1-e az egy kicsit szelidebbnek mondható, ekkor azt mondhatjuk, hogy valójában végül is az az elcsendesedés, a hold az ikrekből átmegy a rákba, a szeretteinknek, a rokonainknak, a úgymond meglátogatása, már a földi maradványaiknak a meglátogatása, az emlékezés 2-án és november 2-án is a hold a rákban van. Tehát mondhatjuk azt, hogy valójában a november első napjai azok viszonylag kedvezőknek mondhatók. Elnézést, ha nem volt túl vigasztaló, de én nekem nincs más dolgom, mint elmondani azt, hogy mit látok. Én csak a hagyományok szerint értelmezem ezeket az állásokat. Az állások ilyenek, a mi dolgunk az, hogy hogyan uralkodunk a csillagokon, ahogy Aquinói Szent Tamás mondta, a bölcs uralkodik a csillagokon. Nagyfokú tudatosság, nagyfokú óvatosság, mértéktartás és felelősségtudat, odafigyelés és a belső egyensúlynak, a lelki harmóniának a megtartása az mindenek fölött segíthet ezekben a nehéz napokban is. Ezzel kívánok szép októbert mindenkinek. Isten áldjon mindenkit. Viszontlátásra.